Színvonalas mezőny alakult ki a 10. Demerihard emléktornán. Az évtizedes múlttal rendelkező kupa már minden környékbeli kispályás csapat körében komoly presztízzel bír. Idén is erős a mezőny, a mi csoportunk is erős volt. Sikerült tovább jutnunk, második helyen végeztünk a csoportban. Hát bármi lehet, nem tudok most tippelni. Az Oportot mondtam tavaly, most nem tudom, nem láttam még őket játszani idén, de bármi meg lehet. A tornát 10 évvel ezelőtt azok a klubok kezdték el, amelyeket egykor Demerihard is erősített. A szervezők úgy érezték, már egyre kevesebben ismerik Ricsit azok közül, akik részt vesznek az emlékbajnokságon, ezért a 10. kupa egyben az utolsó is volt. Az első 2-3 év az nagyon nehéz volt. Minden egyes tornán úgy gondolom, hogy még játékosoknak, nézőknek is potyogtak a könnyeik. Most már eltelt 10 év, azért kicsit könnyebben tekintünk vissza, bár még azért mindig fájó szívvel. És most úgy gondoltuk, hogy ez a 10. év, ezzel lezárjuk ezt a tornát, mivel kifutott már egy generáció, akik együtt fociztak Ricsivel. A torna elődöntőjébe a Belezna, a Metaxa, a Szemere olajbányász, valamint a Zákány jutott. A kupát végül Demerihard szülőfalujának csapata, a Zákány nyerte meg.